Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Kingdom Classic folytatása. Legutóbbi alkalommal sikerült némi felderítést és egyebet elvégeznünk, pluszra jelentősen előre törtünk, mint látható. Azt hiszem volt egy másik tábor. És itt már csak... Ó, nem, még van egy harmadik tábor is. Ó, és egy... Láda, csak úgy a semmibe. Ohohoho! És majdnem belefutottunk a ládából a... cumóba. Hát az kellemetlen lett volna. Lovunk megfáradt. Itt talán tudunk találni egy kis füvet. Nem, ez sem hajlandó megenni. Igazából nem fogok előre törni jobban, mert nincs értelme. Hoppá! No, jó néhány embert össze tudtunk szedni. Jól látom, a napunk erdőben erről szólt. Egy-két ilyet is felhúzunk, csak hogy legyen. Hát azt hiszem, akkor itt az ideje, hogy teletöltsük. És feltöltjük a kalapácsos embereket is. Ezzel gyakorlatilag 12 embernek új munkát adunk, ha olyan a helyzet. Harmincadik nap, az azért nem kevés. Gyakorlatilag már feltöltöttük újra a készletünket. És itt egyébként hatalmas erőforrások vannak. Nem hízom be, mert nincs hova és nincs mire. Táborlakóinkat behozzuk. Ijeszt. Megfizetjük. És azt hiszem itt újra kapu.
És itt igazából az a kérdés, hogy következő nap indítunk egy támadást, vagy sem. Abban a reményben, hogy probléma nélkül megoldjuk. Ha, nem, semmit nem akarsz eszegetni. Innen hiányzik egy... Onnan hiányzik négy. Hát újabb négy kalapácsosra azt hiszem most nincs szükségem. Az egyértelmű, hogy kéne új ember, rengeteg új ember. Korlátlan. Nem tudom, hogy van-e vége a játéknak ilyen értelemben. Oké, összeszedtük mind a kettőt. Ezt betoljuk, és utána vissza spuri, mert mindjárt kezdődik az éjszaka. Sőt, már el is kezdődött. Ó! Oh. A gyakorlatilag végtelen. Irány hős katonáim, támadjatok! Harmincegyedik napért jár egy újabb dicsőség. Kicsit messze van ez a támadás. Lehet, hogy nem gondoltuk át teljesen. Na jó, innen már a ti dolgotok, fiúk, ez nem az én problémám. Én megnéztem, hogy győzelmet arattok, és ennyi. Megfizetem a kalapácsosokat, remélem ti nem leszek olyan hülyék, hogy itt maradtok. Nem kell kiírtani, nagyon jó helyen van az. Fix garantált befogadó hely. Azért nem kell semmit tenni.
No, ha minden igaz, akkor van egy újabb kiirtott erődünk, nagy portálunk. És meg az egyik lovag is visszaért, ha jól látom. Csak már megtehetjük, a következő nap a másik irányba is indítunk egy támadást, hogy kellően alul képezzük haderőinket. Van ám itt a rő. Ó, még jön. No, most abba hagytátok a támadást? Már akkor irány előre. Hőseink. Nem, még neki is vannak extra katonái és egyebei. De emberink jönnek egyébként, hogy valahol elvesztettük őket végleg. Jönnek, csak nagyon lassúak. Még ahhoz képest is, hogy milyen lassúak lehetnének egyébként. No, akkor ha jól számoltam, két portál egymás után. Még meddig lehet húzni ezt az ügyet? Miután végtelen pénzem van, nem különösebben erőlködök ezen. Ó, itt elpusztult egy katapult, az nem jó hír. De az egy jó hír, hogy elvesztettünk egy katapultot valahol. Rossz. És ti most hova mentek, ha szabadna kérdeznem?
most mentek hülyének, értem. Tehát kimentek előre, hogy elveszítsék. Ugyan ez a pont, ahol állunk. De ők előre mennek, ott biztosabb meg tudnak halni. Értem én. Wow, mi a fene ez? What the? Oké, azt hiszem bajba vagyunk. Kissé túlzásba estünk. Lehet, hogy ez most a vég akkor. Ah, igen. Mindkét oldalról masszív erők jönnek, amikre nem készültem föl. Nos, akkor úgy látom a dupla erőd következménye, hogy dupla halál.